Sziasztok! Most egy új tesztsorozatba kezdünk, ahol különböző routerek teljesítményét fogjuk megvizsgálni. Ebben a részben megmutatjuk nektek a különböző mérési eljárásokat és módszereket. A mérési eljárásunknak a lényege, hogy 2 darab MikroTik 1036-os routert fogunk használni mérőeszköznek, és a beépített speedtestet fogjuk használni, ami az új 6.44-es RouterOS-ben található. A 6.44-es RouterOS-ben található speedtest kicsit eltér a régebbi bandwidth testtől, mivel ez mér TCP-t, UDP-t és még pinget is, ráadásul a router összes magját használja, így képes kihasználni a teljes kapacitását. Felhasználását tekintve a Tools Speedtest alatt találjuk meg, és csak be kell írnunk a túloldali routernek az IP címét a mérés elindításához. Majd elindítjuk, és 1 percen keresztül fog mérni. Az 1 perces mérésben lesz ping is, TCP mérés és UDP mérés is. Az egész tesztsorozatunkban MikroTik 1036-os routereket fogunk használni, 10 gigabites interfészekkel összekötve a méréshez. Referencia mérésként a 2 darab routert összekötöttük 1 darab optikai pecskábellel, és TCP-n 9,44 gigabitet mértünk, míg UDP-n 9,61 gigabitet mértünk. Mivel a legtöbb SFP plusszal rendelkező routernél csak 1 darab 10 gigabites interfész van, ezért beiktattunk egy 10 gigabites switchet, és ezen keresztül hajtottuk meg ezeket a routereket. Ezekhez VLAN interfészeket használtunk. Ezt a generált forgalmat a tesztendő routereken fogjuk keresztül engedni, ahol megnézzük a bridge-el teljesítményt, a root-ol teljesítményt, a NAT-ol teljesítményt, illetve az IP-szekes teljesítményüket. A speedtest eljárásról további információt a MikroTik Wiki oldalán találhattok meg, amit a videó alatti leírásba illesztettünk be. Hamarosan jelentkezünk a mérési eredményekkel. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a kis csengő ikont, hogy egyből értesítést kapjatok a feltöltött videókról. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!